ahogyan ígértem, megkezdődött a Honszerző utcának a felújítása, most a szegélyezés zajlik, majd pedig teljesen új aszfaltréteget fog kapni. Alapvetően egy fontos mellékutca, hiszen mintegy 6-7 utcát köt be a Perecesi fő közlekedési útvonalba. Egyébként ennek az egész projektnek az első eleme, ezt fogja követni a Laudai Faller utcák egy jelentős szakaszának az újraaszfaltozása, illetve a Kodály Zoltán utca 58 és 64 szám közötti résznek a újraaszfaltozása, illetve az abban az utcában lévő kátyúknak is a megjavítása. Alapvetően ugye mind a három fejlesztés a idei évhez benyújtott költségvetési módosító indítványomnak köszönhető, amelyet Miskolcás idejévi költségvetéséhez nyújtottam be. Az előző képviselői ciklusban, amikor a terület önkormányzati képviselője voltam, akkor elindítottam egy folyamatot több mellékutca újraaszfaltozására, illetve buzalékos utcáknak a felújítására, aszfaltozására. Ilyen volt például, amikor úgy új aszfaltréteget kapott a Bellervölgy utca, a Bimbó utca, a Pátyolka utca az uzalékosból aszfaltossá vált, vagy a Bányamécs utca, illetve a Pálya utca egy szakasza, illetve voltak olyan utcák, amelyeknek részben kellett megújítani, mint a Jószerencse utca, vagy a Som utca, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy most az idén ezen új három utcának a felújítása is ebbe a sorba illeszkedik. Akkor az előző ciklusban a képviselői keretem terhére tettem ezeket a felújításokat, most pedig, ahogyan mondtam, a három módosító indítványomnak köszönhetően fognak megújulni ezek az utcák itt városrészben.